Főbb híreink. A koronavírus járvány csak azoknak ér véget, akik beoltatták magukat, hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő. A Knesset elnöke Jariv Levin hivatalosan bejelentette, hogy Jair Lapid értesítette arról, hogy sikerült kormányt alakítania a bizalmi szavazásra jövő hétfőig kerül sor. Szlovákia elfogja ismerni a magyar oltási igazolványokat, jelentette be Martin Klusz, szovák külügyi államtitkár. A kínai külügyminisztérium szerint a Sánkhái Fudán Egyetem Budapesti kampuszának terve mindenfél érdekét szolgálja és összhangban áll az aktuális trendekkel. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. A koronavírus járvány csak azoknak ér véget, akik beoltották magukat, hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő. Elmondta, a kormány mindent megtett azért, hogy aki akarja, megkaphassa az oltást. Most már csak az embereken múlik, hogy beoltatják-e magukat Magyarországon. Európában egyedülállóan vakcina bőség van, de a következő hónapokban érkeznek még oltóanyagok közölte. A kormány szóvívő beszélt arról is, hogy Magyarország részese szeretne lenni a közös európai vakcina útlevélnek, de mivel nálunk az oltásoknak köszönhetően hamarabb lett szabadabb az élet, hamarabb kellett a kormánynak nemzeti hatáskörben gondoskodnia a szabad utazásról. A kormány a tömeges oltások megkezdésekor ezért is hozta létre a védettségi igazolványt, melyet két oldalú megállapodásoknak köszönhetően már 12 országban elfogadnak, mondta a Szent Királyi Alexandra. Az eredetileg megjelölt határidőnél két héttel tovább, június 28-áig lehet benyújtani az egyedik érelmeket a falusi kisboltok támogatására a Magyar Falu program keretében. Közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta a program negyedik pilléreként meghirdetett 48 milliárd forintos pályázata 2000 lélekszám alatti településeken működő kisboltok fejlesztését, és a korábban bezárt egységek újranyitását segíti. A támogatást infrastruktúra fejlesztésre, eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra és foglalkoztatáshoz igazodó bértámogatásra lehet felhasználni. A falusi kisboltok az alapvető élelmiszerek árusítása mellett postai szolgáltatások biztosításával, vény nélkül kapható gyógyszerek forgalmazásával és közösségi terek üzemeltetésével is foglalkozhatnak. A gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy szövetkezetek a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül adhatják be igényléseiket. Olvasható a közleményben. Az áll-nemzeti kormány bármikor kész szembefordulni a magyar érdekekkel és kiszolgálni az orosz vagy kínai érdekeket, jelentette ki az LMP frakció vezetője, keresztes László Lóránt. A jövő évi költségvetési javaslatból az látszik, hogy a kabinet még a válság idején is rárontott saját nemzetére, mondta. Bírálta a kormány nagy többek között azt, hogy a Fudán Egyetemre 540 milliárd forintot költenének. Emlékeztetett az ez ellen szervezett hétvégi demonstrációra, amely miatt kínai diplomaták szót emeltek. Szerint ebből kiderül, hogy Kína nem érti a tüntetés mondani valóját, mert a kormány nem együttműködést alakított, alakított, ki velük, hanem behódolt. Dr. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője a heti TV Pirkada című műsorában beszélt a Fudan Egyetem kapcsán kialakult ellenzéki tiltakozásról, megemlítve, hogy a kerület egyéni országgyűlési képviselője, a DK politikusa, egyébként a kínai-magyar baráti társaság aktív tagja, aki nem szólal meg pártjának a kínai egyetemmel szembeni állásfoglalása kapcsán. Bajkai István szerint lehetséges, hogy az ellenzéki pártoknak az a baja, hogy a kínai oktatásban a nemzeti identitás, annak védelme megjelenik, hiszen az Erzsébet városi polgármester azt mondta nemrégiben, hogy a nemzeti alapú oktatás káros a magyar fiataloknak, fogalmazott a politikus. Pont Kína az, ahol képesek egyszerre kiváló minőségű nemzetközi tudást adó oktatást adni úgy, hogy mellette ott szerepel a kínai nemzeti identitás és a kultúra is, mondta Bajka István. Külföldi hírek. A Knesset elnöke Jariv Levin tegnap délután hivatalosan bejelentette, hogy a jeszetid vezetője Jair Lapid értesítette arról, hogy sikerült kormányt alakítania, majd tájékoztatta a törvényhozókat, hogy a bizalmi szavazásra jövő hétfőig kerül sor. A Knesset elnök azt mondta, az új kormány eskütételének pontos időpontját később jelenti be. A koalíciós megállapodások szerint a Nemzeti Vallásos Jamina elnöke, Naftali Benet 2023. augusztus 27-ig lesz miniszterelnök, majd Lapid váltja a poszton, és Benet belügyminiszter lesz. A ciklus első felében Lapid külügyminiszterként fog szolgálni. A jobboldali és Nemzeti Vallásos Szervezetek által tervezett Jeruzsálemi zászlós menet szervezői Tegnap közölték, úgy döntöttek, lemondják a csütörtökre kitűzött eseményt, miután az izraeli rendőrség biztonsági okokra hivatkozva bejelentette, nem engedi, hogy a menet áthaladjon az óváros muszlim negyedén. Május 10-én a Jeruzsálem napra tervezett menetet biztonsági aggályok miatt elterelték a rendőrség és a palesztinok közötti összecsapások fokozódása közepette majd feloszlatták, miután a gázai övezetet uraló Hamas terrorszervezet rakétákat lőtt ki Jeruzsálemre a feszültség csúcspontján. Ezt 11 napos harcokhoz vezetett Izrael és a gázai terrorszervezetek között. A menet eredetileg áthaladt volna a damaszkuszi kapun, amely a legfrissebb eszkaláció előtti feszültségek lobbanáspontja volt, valamint a síratófal felé vezető arab negyedeken és területeken egyaránt. Benjamin Netanyahu miniszterelnök találkozót kezdeményezett Amir Ohana belügyminiszterrel és Benny Gantz védelmi miniszterrel, hogy megvitassák a törölt Jeruzsálemi zászlós menetet. Az ülésen részt vesz majd Jakob Sábit rendőrbiztos és Nadine Argaman a Simbet vezetője is. Szlovákia el fogja ismerni a magyaroltási igazolványokat, illetve elfogadja a koronavírus elleni orosz és kínai oltóanyaggal végzett oltásokat is jelentette egy szlovák hírügynökség, Martin Klusz szlovák külügyi államtitkár bejelentésére hivatkozva. Szlovákia ezt már jelezte is Magyarországnak, mondta Martin Klusz a hírügynökségi jelentése szerint. Iván Korok, szlovák külügyminiszter tegnap ugyancsak a koronavírus elleni oltások témájában nyilatkozva azt mondta, országa várhatóan minden külföldi esetében el fogja fogadni az orosz Sputnik vakcinával elvégzett oltást, tekintettel arra, hogy az orosz oltóanyag Szlovákiában is engedélyezve van, és azt Magyarországon is használják. Szlovákiában a koronavírus elleni oltóprogramban tegnap kezdték használni a Sputnik orosz vakcinát, korábban csak a Pfizer-BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagait használták. Az ország még márciusban két millió adag Sputnik oltóanyag vásárlásáról kötött szerződést, amiből eddig 200 ezer adagot szállítottak le. Janez Jánsá szlovén kormányfő visszautasította Gyunya Majatovicnak, a Strasburgi székhelyű Európa Tanács emberi jogi biztosának a szlovén média szabadság romlásával kapcsolatos bírálatát álhírek terjesztésével vádolva őt. Jánsa egy hozzászólásában azt írta, Dunja Mijatovics a fake news hálózat része, jól megfizetve a mi pénzünkből. A kormányfő a Kulturális Minisztérium szóvivőjének internetes bejegyzésére reagált, melyben azt állította, hogy a szlovén szempontok nem voltak megfelelően szemléltetve az Európa Tanácsi jelentésben. Olaszországban tegnap újabb régiókban törölték el a koronavírus járvány miatti korlátozásokat. A lakosság átoltottsága 24%-os az egészségügyi tárca adatai szerint. A 20 tartományból 7 van fehér besorolásban, jelenleg minden ötödik olasz már fehér zónában él. A fehér színű járványfokozat azt jelenti, hogy az érintett térségekben minden korlátozást eltöröltek, egyedül a maszk viselete és a biztonsági távolság betartása maradt érvényben. Június 14-től további régiók csatlakozhatnak a fehér övezethez, és a tervek szerint június 21-től az egész országban feloldhatják a járvány Ekkortól akarják országosan megszüntetni a kiárási tilalmat is. Aláírta Vladimir Putin orosz elnök azt a törvényt, amelynek értelmében Oroszország felmondja a nyitott égbolt szerződést. Az erről szóló közlemény tegnap jelent meg az orosz hivatalos jogi információs portálon. Az Egyesült Államok november 22-én jelentette be, hogy nem részese többé a nyitott égbolt szerződésnek. A szerződés felmondásáról rendelkező törvényt az orosz parlament alsóháza május 19-én, felsőháza pedig június 2-án szavazta meg. Május 27-én Wendy Sherman, amerikai külügyminiszter helyettes arról tájékoztatta orosz hivatali partnerét, hogy az Egyesült Államok nem kíván visszatérni a szerződéshez. A kínai külügyminisztérium szerint a Sánkái Fudán Egyetem Budapesti kampuszának terve mindenfél érdekét szolgálja és összhangban áll az aktuális trendekkel. A kínai külügyi szóvívő tegnapi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre elmondta, a kínai egyetem Budapesti kampuszának terve a cserekapcsolatok fontos platformját jelenti. Reagálva a kampus ellen szombaton Budapesten rendezett demonstrációra, a szóvivő reményét fejezte ki, hogy Magyarországon az érintettek objektív, észszerű és tudományos megközelítést alkalmaznak az emberek közötti normális csere átpolitizálása és megbélyegzése helyett, fenntartva a kétoldalú baráti viszonyt és együttműködést. Gazdasági híreink. A magyar gazdaság újraindításában komoly szerepet kap a Paks 2 projekt, hiszen a beruházás óriási fellendülést biztosít nem csak Pakson és a régióban, hanem az egész országban, jelentette Kisüli János a Paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca miniszter. Hozzátette, hogy Paks 2 nélkül nincs olcsó áram, nincs fenntartható rezsicsökkentés és nincs hatékony klímavédelem. Mint mondta, az Országos Atomenergia Hivatal várhatóan ősszel kiadja a nukleáris létesítési engedélyt, és ennek, valamint a tavaly megszerzett villamosipari létesítési engedélynek a birtokában megkezd, megkezdődhetnek az új blokkok tényleges építései, gyártási, beszerzési és szerelési munkái. A munkálatok a felvonulási területen már számos helyszínen párhuzamosan haladnak. Heteken belül beköltözhető lesz az erőmű beruházási központja, és a közeljövőben megkezdődhetnek az új atomerőmű földmunkái is. Híreinkről bővebben a braierpress.com vagy a heti.tv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma az ország túlnyomó részén szikrázó napsütés, erős UV-sugárzás várható. Helyenként lehetnek erőteljesebb gomoly képződések, és a felhőzetből itt-ott kevés helyet érintően helyi záporok, zivatargócok is kialakulhatnak. Estére nyugaton is lecsökken a felhőzet, éjjel csillagfényes, néha gyengén felhős nyugodt idő várható. Az átlaghőmérséklet a 30 fokot is elérheti. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!